Idén 13. alkalommal nyaraltak a katonaszülők gyermekei Zalaváron a katolikus tábori püspökség által szervezett környezet- és természetvédelmi táborban. Ez a tábor egy minden évben újabb élményeket ad számomra, és megismerteti a többféle kultúrát és kultúrdolgokat, amiket én igazából otthon Kaposváron nem tudnak megismerni. Én másodjára vagyok itt, tavaly voltam először, és akkor már nagyon megfogott ez a tábor, mert tök sok program van, nincs nálunk telefon, így csak a barátainkkal vagyunk, ezáltal tudunk beszélgetni, tudunk csocsózni, voltunk különféle múzeumokban. Az alaprend nem változott, a természetvédelem és a honismeret mellett kulturális, néprajzi és történelmi programok is várták a fiatalokat. Az zalavári tábort Orosz Zoltán altábor nagy a honvédvezérkar főnök helyettese, és Földvári Gábor a Honvédelmi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára is meglátogatta. Jelen pillanatban is ugye a honvédség helytáll különböző feladatokban, hazavédelme és kézzelfoghatóan a határ térségben, a határaink védelme misszióban. És bizony vannak itt olyan gyerekek ebben a táborban, akinek a édesapja, édesanyja, vagy adott esetben éppen hallottam, hogy mindként szülő jelenleg szolgáltat lát el a határtérségben. Ez a tábor egy értéket közvetítő tábor, ami nem csak fizikailag, de lelkiekben is épülésére szolgál a katona gyerekeknek. Őszintén mondom, hogy irigyem azokat a srácokat és lányokat, akik ide jöhettek egy hétre a tábori lelkészségnek a szervezésében, mert nem csak elhozzák magukkal azt a kis motyót, amit egy nyaralásra elvisznek, hanem nagyon sok mindent elvisznek magukkal. Emléket, tudást, élményt, váratlan élményeket, kihívást, meg gondolom barátságokat is. Az egyhetes rendezvényekkel és programokkal teli kikapcsolódást a katonai szolgálat kulisszatitkainak megismerése is maradandó élményé tette a táborozó fiatalok számára. Nagyon tetszik, eddig voltunk múzeumokban, strandon, az egyértelmű volt. Voltunk kalandparkba, azt tetszett legjobban, mert ugye ott is aludtunk. Nagyon tetszett a faház is, a strand is, a kalandpark is, bár féltem a magasba, de nagyon tetszett. Barátokkal vagyok, mindig szerzek új barátokat, és nagyon jól vagyunk. Sportolunk, focizunk, csocsózunk. Nekünk az a célunk, hogy minél több olyan embert tudjunk meggyőzni arról, hogy ez a tábor fontos, és hogy értsék és lássák meg, hogy ez nem csak a gyerekeknek jó, hanem a szülőknek is. Tehát például a katona szülőknek, akik most aztán tényleg el vannak foglalva a külszolgálaton túl a határhelyzet miatti feladataikkal is, hogy van tulajdonképpen egy hetük, amin a gyereket nem csak hogy egy olyan helyen tudják, ahol biztonságban van, de hasonszőrűek, hiszen katonák vigyáznak rájuk. Ráadásul nagyon aktív módon kapcsolódnak ki, tanulnak belőle, művelődnek általa. Van az zalavári tábor az, amiből a mi katolikus tábori püspökségünk valamennyi programja kiindul. A gyerekek láthatóan jól érezték magukat, és közülük már most többen jelezték, jövőre is szívesen pihennének Zalaváron.